Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester szerint a meteorológiai jelentések szerint Dunajváros pont azon a határon volt hétfő reggelre virradóan, hogy előfordulhatott volna eső, hó vagy ónos eső is. Végül kevés hó esett a lefagyott utakra. Ezért mindenki dolgozott vasárnap éjjel annak érdekében, hogy hétfő reggelre járhatók legyenek a város útjai és járdái. A GESZ állománya mellett az önkormányzattal szerződött külső cég csapatát is bevetették. Vasárnap este elkezdtük sikosságmentesíteni a város útjait, járdáit, hogy fölkészüljünk a hétfői munkakezdésre, gyerekekre iskolába vitelbe. Most van az első óvodásnap, iskolásnap a tava téli szünet után, arra és feltétlen fontos volt, hogy ezt meg tudjuk tenni. Kim voltak az éjjel a GESZ-es kollégáink, és ők megsózták a járdákat. Elhasználtunk közel 25 tonna sót ismételten Dunajos útjaira, hiszen, mint többször elmondtam már, 178 km úttal rendelkezik Dunajváros. Ez, ha megszorozzuk kettővel, hiszen oda-vissza kell nézni, akkor ez egy brutális útmennyiség, és akkor még ha hozzaszámítjuk a járdáinkat, tereinket, akkor van felület, amit ilyenkor sikosságmentesíteni kell. A megváltozott időjárási viszonyokhoz nekünk is alkalmazkodnunk kell, és megtenni mindent annak érdekében, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni. Nyilván lassabban és óvatosabban. Kicsit lassabban kell menni, odafigyelve, lehetőleg nem a nyári közlekedésnek megfelelően, nézni kell a lábunk alá, nem lehet minden pocsolyát megszüntetni, hogy ne legyen egy kicsi jég se legyen a városban. Ez a feladat, ez óriási, és ez lehetetlen megoldani, hogy mindenhol tökéletes legyen a járdaszakaszunk. Tessenek odafigyelni. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten marad a hideg idő, meg minden rendkívüliség mellett tél van. Legyünk óvatosabbak és közlekedjünk óvatosabban is.